és ímé hozzá, tehát Jézushoz jövén egy ember, mondta ki, jó mester, miót serekedjem, hogy örök életet nyerjek. Ő pedig mondta ki, miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Máté Evangélium a 19. fejezet 16. és 17. verseiből a gazdag ifjú történetének az elejét olvastam fel. Jézus megáldja a gyermekeket, és a gazdag ifjú annyira elámul ezen, hogy Jézus mennyire szereti ezeket a kicsinyeket, mennyire teljes szívéből adja magát nekik, és ezért odafutamodván, mondja egy másik evangélista, mondja ezeket a szavakat, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. És Jézus, aki nagyon figyelt az embereknek nem csak lelki állapotára, hanem kifejezés formáira is, most belekapaszkodik ebbe a kifejezésbe hogy te engem jónak mondasz? Hát senki sem jó, csak az Isten. Ezt sokan félreértik, mintha Jézus elhárította volna magától, hogy ő nem Isten. Én is hallottam előadást, nem is kis helyen a Gólyavári Esték sorozatban, még a 80-as évek végén, hogy hát egy nagyon neves országszerte neves előadó azt mondta, hogy hát Jézus is azt mondta, hogy ő nem Isten, mert hát senki sem jó, csak az Isten, nagyon érdekes, hogy az emberek mennyire nem tanulnak meg olvasni. Én se tudtam akkor olvasni, elfogadtam ezt a tudós magyarázatot. I. és Gyula mondja, hogy az a baj az európai kultúrában, hogy az emberek előbb tanulnak meg írni, mint olvasni. Hát jól kell olvasni. Senki sem jó, csak egy az Isten. Ezzel nem azt mondta Jézus, hogy én nem vagyok Isten. Ezzel éppen azt mondta, hogy ha te engem jónak nevezel, akkor felismered bennem az Istent? Mert a szó legszorosabb értelmében Isten a jó, a tökéletes jó. Hát ha te engem jónak, jó mesternek nevezel, akkor, akkor ugye felismered bennem az Istent? Hát én az Isten azt mondom neked, hogy a bennem való erővel, tartsd meg a parancsolatokat, és akkor bemész az örök életre. Itt van a másik félreértés, hogy sokan ma azt tanítják, egész közösségek, sőt a háromnegyed kereszténység, hogy hát nem kell meg tartani Isten parancsolatait, mert hát csak szeretni kell a parancsolat, a törvény, hát mi nem vagyunk törvényeskedők, mi nem nézzük olyan rigorózusan, mint a zsidók, vagy mint a kora keresztények. Hát mi szeretünk nagy általánosságban mindenkit szeretünk a parancsolatok. A parancsolatokat Jézus már a keresztfára szögezte. Igen, a félig értett, a félreértett Biblia, nem kellőképpen tanulmányozott Biblia vezethet ilyen állásfoglásokhoz, hiszen a Biblia végestelen végig mondja, hogy Isten elébünk állította a törvényt és a parancsatokat azért, hogy lássuk a tükrében, hogy milyen messze is vagyunk tőle. A törvény Krisztusra vezető mesterünk. És ha mi is el tudjuk mondani, mint a gazdag hogy jó mester, ha Krisztus a szívünkben él, akkor Krisztus elej, erejével be lehet tölteni a törvényt. Nem hirdetünk törvényeskedést, mert emberi erőből senki nem tudja betölteni Isten törvényét, de Krisztus erejével be tudja tölteni. És hogy Krisztus kiben, kiben ott él-e vagy sem, éppen az mutatja meg, hogy betölti-e a törvényt hogy ére a tíz parancsolat rendelkezései szerint. Milyen csodálatos, hogy Jézus egy nyelvi formába, egy egyszerű jelzőbe belekapaszkodik, és azt mondja, ha jónak mondasz engem, hát akkor fölismered az Istent, az Isten áll előtted, és az Isten mondja, hogy én adok neked erőt ahhoz, ha te valóban kitartasz mellettem, töltsd be a parancsolatokat. Milyen érdekes majd a történet további része, amelyre azonban a holnap reggeli dicséretben szeretnék rátérni. Mára legyen ez a tanulságunk. Jó mester, a jó mester erőt ad a parancsolatok betöltéséhez, mondjuk el ezt önmagunknak, de másoknak is.